Általában, ha a munkanélküliségről vagy más komoly témáról olvasok regényt, nem szoktam jó ízűen nevetni rajtuk, de Fekete Judit pont azért inspiráló számomra, mert képes úgy írni egy ilyen regényt, hogy a téma komolysága mellett még humort is csempész a könyvébe, és a kettő tökéletesen kiegészíti egymást. Ma a humor és a nehéz témák keveredéséről lesz szó az irodalomban. Maradjatok velünk! Sziasztok, ez itt az Egyszer Volt Podcast, és itt van a vonal másik végén Fekete Judit író. Szia, köszöntelek az adásban. Szia, sziasztok, köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy eljöttél. A mai témánk ugye a humor és a komoly témák találkozása lesz. Mondd csak, mások is mondták már neked, hogy egyszerre írsz humorosan, és mégis komolyan? Hát nem. Szóval erről nem szoktunk így beszélgetni. Hát azt nyilván tudom, hogy az én eszközöm az a humor, és hogy ezt így vissza is kapom egyébként így reakciókba. Tehát persze, hogy tudja az ember, hogy mik az írói szkíjei, ami inkább így a személyiségből fakad, de nem, erről nem szoktunk. Mindenféle másról, igen. És akkor most így mit gondolsz arra, hogy én így ezt mondtam neked? Hát nem élt váratlanul. Mondhatjuk, hogy nem élt váratlanul. Ha valaki egyébként alapvetőleg egy olyan típus, hogy szeret a humorral élni, akkor az, hogy milyen csatornán mondja el a mondani valóját, az már másodlagos. Tehát lehet énekelni, táncolni, írni, bármit lehet csinálni. Ha valaki alapvetőleg a humorral szeret operálni, akkor az úgy fog kijönni. Azt hiszem, hogy ez a titka a dolognak. És mit gondolsz, a humorból, vagy a komolyságból van több a regényedben? Hát ezt így nem szálasztam még szét, de azt gondolom, hogy a kettő az így együtt működik, és nem is lehet ezt ilyen patika mérlegen kiszámolgatni, hogy miből van több. Van egy téma, amiről akartam beszélni, és ezt ezzel az eszközzel tudtam jól megfogni. Akkor ilyen 50-50. Legyen 50-50. Te vagy az olvasó, tehát hogy te mondd meg, hogy érzékeled. Én ezt nem tudom ennyire megítélni, nyilván én azért benne vagyok ebbe a szövegbe, úgyhogy meg nem is gondolkoztam ezen, de te, mint olvasó, ha azt mondod, hogy 50-50, akkor erre örömmel rábólintok. Én teljesen úgy gondolom, csak nem akartam, hogy befolyásoljalak, hogy ilyesmi. És egyébként eleve így akartad megírni ezt a regényt, vagy honnan jött az ötlet? Nem vagyok ennyire tudatos, inkább amikor megtörtént az én életemben ez a fajta új élet, tehát hogy amikor elküldik az embert, megszűnik a munkahelye és elküldik, akkor az én eszközöm az volt, hogy elkezdtem erről írni. Tehát, hogy mindig is vezettem naplót, meg ez ilyen nagyon fontos volt nekem, és hát elkezdtem erről írni, ki kellett írnom magamból ezt az egészet, és hát nekem egy ilyen kicsit ilyen gyógyító vagy terápiás a humor, tehát hogy én jobban szeretek egyébként így sírva vigadni, tehát hogy így nevetve megfogni az árnyas oldalát a dolognak, és amikor elkezdtem erről írni, akkor hát egyszer-kétszer abba hagytam, aztán így eljutottam a követ, azt hiszem, hogy így a közepéig nagyjából, és akkor így rájöttem, hogy hoppá, ebből egyébként így lehetne valami nagyobb is. Tehát, hogy ez nem egy ilyen tudatos, felépített dolog volt, hanem egyszerűen csak így tudtam kiírni magamból azt, ami velem történt. Akkor a saját helyzetedből lényegében egy előnyt kovácsoltál. Nagyjából igen. Ez tök jó. Gratulálok. Köszönöm szépen. És milyen folyamatokon ment keresztül? Ugye mondtad, hogy először csak ilyen terápiás dolog volt ez az egész könyv, aztán végül kiadott könyv lett. Mi volt ennek a folyamata? Elkezdtem írni ki magamból az eseményeket, és nagyjából, amikor már benne voltam a sűrűjében, és láttam, hogy ebből egyébként lehetne egy ilyen nagyobb dolog is, akár kiadás is, akkor már egy picit így komolyabban rákapcsoltam. Tehát akkor elkezdtem már azzal foglalkozni, hogy ennek így van-e eleje, vége, hogy van-e benne valami dramaturgia, hogy eljutok-e valahonnan, valahová, tudok-e bármilyen üzenetet ezzel kapcsolatban átadni. Tehát hogy akkor egy picit elkezdtem így komolyabban foglalkozni azzal, hogyha én ezzel szeretnék bármit kezdeni, és a kiadáson gondolkodom, akkor hogyan kell ezt az egészet újraírnom.
És hát akkor megírtam az egészet, és újra kezdtem, és akkor átnéztem könyves szemmel, hogy milyenek a karakterek, hogy hogyan építettem fel őket, hogy a mondani való átjön-e. Tehát, hogy akkor jött egy ilyen kicsit ilyen agyalósabb vonal, tehát, hogy a nagy nevetgélésen és hangosan röhögésen kívül egyébként megállja a helyét, mint történet. És amikor ezt befejeztem, akkor hát rettegve küldtem el a kéziratot, és becsuktam szemem, fülem, hogy jobb nem is tudni, hogy erre mit fogok kapni, és már előre bocsánatot kértem, ha jól emlékszem, úgy írtam meg a levelet is, hogy már előre bocsánatot kértem, hogy ez micsoda szörnyűség lesz. És hát a legnagyobb meglepetésemre a következő évtől, vagyis azt hiszem, igen, a következő éve elejétől elkezdtünk vele dolgozni. Robert Katát kaptam meg, mint szerkesztő, akivel remek módon tudtunk együtt dolgozni, és tényleg egy nagyon élvezetes időszak volt, legalábbis számomra, hát lehet, hogy ő más mond majd, de nekem ez egy nagy élmény volt. És akkor hát elkezdődtek a szerkesztési folyamatok, aztán a borítótervezés, iszonyatosan izgalmas időszak volt, nagyon-nagyon élveztem, és aztán, ha jól emlékszem, októberben jelent meg. Tehát, hogy egy ilyen nagyon szépen, kényelmesen tudtunk vele dolgozni, mert hogy már az előző évben egyébként eldőlt a sorsa. És volt olyan folyamat, ami a kedvenced volt, akár a szerkesztés, akár a borító, bármi? Hát a borító az zseniális volt. Most, ha jól emlékszem, valahogy úgy csináltuk, ez egy ilyen közös munka volt, mert Magocsa Horváth Éva volt, aki hozta az alapötletet, és aztán mi Ildikóval cseten, ha jól emlékszem, este 10-kor vagy 11-kor nekiugrottunk, és így hárman közösen elkezdtük gyepálni a borítót. Rengeteget nevettünk közben egyébként, mert hogy így tényleg nagyon-nagyon élvezetes volt, mert hogy ez egy nagyon, nagyon szórakoztató maga a borító is, tehát hogy a kinézete is egyébként egy ilyen nagyon friss és nagyon fiatalos, nagyon sok minden van rajta, és hogy azt hiszem, hogy egy ilyen, nem tudom, 4-5 órát dolgoztunk vele így közösen hárman, mire meglett a borító, úgyhogy az egy ilyen nagyon jó kooperáció volt. Azt nagyon élveztem, és hát nekem a szerkesztés is nagy élmény volt, tehát hogy amikor a profik nekiugranak a szövegednek, és rengeteget lehet belőle tanulni, és teljesen más szemmel kezded el a szövegedet látni, nekem az egy izgalmas folyamat volt. És szerinted mennyire nehéz egyszerre humorosat írni, és mégis komoly témába ötvözni az egészet? Neked könnyű volt? Hát alapvetőleg a humort meg a mélyebb mondani valót nem könnyű összerakni. Nekem is, én nem gondolom egyébként, hogy én ebben ilyen nagyon profi lennék, tehát hogy nekem is nagyon nehéz ez. Vannak ilyen csoda emberek, mint Kurt Vonnegut, aki egyébként így a fekete humorával egyébként zseniálisan űzi ezt, tehát hogy ott ezek ilyen egészen magas helyeken szárnyalnak, vagy szárnyaltak ezek az emberek, és van ugye ennek a szórakoztató oldala, ahol nem is a mondani való, hanem a humor és a nevetés a lényeg. Christopher Moore például, akit nagyon szeretek, ő kifejezetten csak a szórakoztatás, de hogy egy nagyon, nagyon jó fajta humora van. Nem könnyű a mondani valót meg a komolyságot ötvözni a humorral, nekem se egyszerű. Nyilván a könnyebb dolgok, és ami egy kicsit a felszínen marad, az nagyon könnyű humorral, és ott nagyon-nagyon jó ezzel operálni, és onnantól, hogy egy picit így a mélyére kell menni, az abban nekem is beletörik a picsám simán, tehát hogy az nem egy könnyű dolog. És amikor nehézségbe ütköztél, azt hogyan oldottad meg? Hát a nehézségeket azt egy kicsit egy ilyen vissza kell lépni kettőt, és megfogni, hogy miről is akarok beszélni, tehát hogy mit akarok átadni. Az, hogy a humornak melyik formájával fogom meg, és hogy egyáltalán szükséges-e a humor. Tehát hogy én nem gondolom, hogy folyamatosan vihorászni kell meg nevetgélni, tehát hogy vannak olyan részei a szövegnek, ahol nem feltétlenül van szükség a humorra, tehát hogy nem kell, mert attól egy picit így megint a felszínre kerül a szöveg. Tehát hogy így inkább azt gondolom, hogy az a fontos, hogy megtaláljuk azt a súlyozást, hogy mikor van szükség a humorra, és mikor nincs, és hogy a komoly részekben nem biztos, hogy mindig el kell mindent nevetgélni. Jó az, meg egy fontos eszköz, meg könnyebben eljutunk vele az emberekhez, de hogy így több fontos, hogy így érzékelje is az ember, hogy na mikor nincs erre szükség. Hú, és azt nehéz megtalálni, hogy mikor kell oda, és mikor nem? Hát ez vagy ösztönösen jön, én azt gondolom, hogy ez vagy jön ösztönösen, és érzi az ember, hogy mikor van rá szükség. Ha ez nem jön ösztönösen, akkor szerintem ez
Ez nehéz, tehát hogy azért ez lehet ilyen izzadságszagú egy kicsit, tehát hogy nem könnyű, és ez vagy én legalábbis ezen nem agyalgatok, tehát hogy nem szoktam ezen gondolkodni, hanem így jön, csinálom, és aztán meglátjuk, hogy majd a szerkesztő az mit szól hozzá, ő hogyan érzékeli. És említetted ezeket a külföldi szerzőket, akkor te olvasni is ilyen típusú történeteket szeretsz, hogyha jól gondolom. Nagyon sok ilyet is olvasok, igen, tehát hogy nagyon szeretem a Humot nyilván. Azért is említettem itt a fekete humor nagy ágyúját, Fonegatot, vagy a könnyebb humor nagy ágyúját, Christopher Moore, de hogy egyébként rengetegen vannak, akik nagyon-nagyon jó minőségű humorral írnak. De alapvetőleg egyébként tök vicces, de tök mást olvasok. Tehát, hogy én ilyen sci-fi, horror és krimi rajongó vagyok. Két kézzel zabálom nagy kanállal ezeket a könyveket, de nem tudok jól egyébként horrort írni, vagy thriller, tehát hogy nekem nagyon, nagyon más az írói eszköztáram. Nekem ezt még tanulnom kell. Tehát ha ilyet akarok írni, akkor nagyon-nagyon sokat kell még ehhez fejlődnöm, hogyha abban a zsánerben írok tovább, amiben ugye az őrület határán van, tehát hogy ez a humor és a szórakoztató, az persze az megy, tehát hogy nekem az az alapvető, az a könnyebbség. De nem ezt olvasom egyébként. És szeretnél majd kipróbálni másfajta zsánereket is? Igen, igen, próbálgatom, vannak próbálkozások, és egyébként tökre élvezem, tehát hogy nagyon jól esik olyat írni, amit alapvetőleg az ember legszívesebben olvas, tehát hogy azért az a legjobb, de ha akkora a szívás, mint nálam, és nem ért hozzá, akkor viszont az nagyon-nagyon sok fejlődést és tanulást igényel, tehát hogy akkor tényleg más eszközökre van szükség, és ezt meg kell tanulni, tehát hogy és hát ez azért idő kell. Hát akkor sok sikert neked hozzá. Köszönöm szépen. És mi lehet az előnye annak, hogyha már említetted, hogy jobban mennek a humoros írások? Mi lehet az előnye annak, hogyha valaki jó humorral rendelkezik írás során? Szerintem olvasói oldalról lehet ennek előnye, tehát hogy sokkal könnyebb eljutni az olvasókhoz a humorral, tehát hogy nyilván egy kicsit könnyedebb hangvétellel, vagy úgy, hogy jól érzi magát az ember olvasás közben, sokkal könnyebben tudok átadni mondani valót. Tehát, hogy a polcokról is szívesebben veszed le azt a könyvet, vagyis hogy a nagy többség egyébként szívesebben veszi le azt a könyvet, ami szórakoztatja. Most különösen egyébként így a korona idején tényleg azt lehet látni, hogy inkább efelé mennek az emberek, tehát hogy inkább a szórakozás és egy picit így kibillenni a hétköznapi dolgokból. Sokkal könnyebb humorral átadni mondani valót, mert hogy így könnyebben emészthető, valószínűleg ez lehet a titok. Akkor annak ellenére, hogy komoly témákról ír az ember, attól még előnyül szolgálhat, hogyha humor tesz bele? Abszolút, persze, azt gondolom, igen. És szerinted kell egyfajta bátorság ahhoz, hogy az ember már ilyen mondjuk a munkanélküliségről viccesen írni? Mert hogy azért szokták mondani, hogy hát azért vannak témák, amikkel nem szokás, vagy nem lehet poénkodni. Nem érezted úgy írás közben, hogy néha próbálsz óvatosabb maradni? Nem. Én azt gondolom egyébként, hogy mondták ezt már előttem, okosabbak és nagyobbak, de hogy a humorban nem ismerek tréfát, tehát hogy szerintem mindennel lehet. Tehát hogyha okosan csinálja az ember, mindenből lehet, nem biztos, hogy mindenből kell, de hogy egyébként van az a típus, amilyen én is vagyok, egyébként képes vagyok így bármiből humort faragni. De nem gondolom, hogy ez nagyon szét kéne óvatoskodni. Nyilván figyel az ember azért menet közben, amikor ír egy történetet, de hogy bátorság kell-e hozzá, szerintem akinek ez az eszköze, meg ebbe érzi jól magát, ott nincs ezzel kapcsolatos félelem. Tehát, hogy nem érzem, hogy ehhez így bátorság kellene. Ha nem sikerül jól, és az ember nem csinálja jól, akkor ott kár volt nyilván, és lehetett volna átgondoltabban, de hogy mennyire kell a komoly témákhoz bátorság, hát nem. Jó kell valószínűleg eljutni az emberekhez, vagy jól érzékenyen kell, vagy ügyesen kell csinálni, és akkor nem gondolom, hogy ez egy ilyen veszélyes terep lenne. De lehet, hogy túl magabiztos vagyok, nem tudom. Tehát hogy lehet, hogy óvatosabban kéne fogalmaznom, nem fogalmas. Azt szerintem úgy volt jó a regény, ahogy volt. Köszönöm. És mi lehet a hátránya annak, vagy tapasztaltál esetleg valami ilyen hátrányt a humoros írás során? Hogy mondjuk nem veszik komolyan, vagy ilyesmi? Hát kell hozzá azért a befogadó olvasó, tehát hogy akinél
akinek nincs humora, de nagyon nincs humora, ott nyilván ez ilyen máshogy talál be. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy na ezen így nem kéne azért nevetgélni, vagy ebbe azért nincs vicc, meg nyilván én is tudom, hogy a munkanélküliségnek is vannak csúnyán árnyoldalai, tehát hogy nem mindegy, hogy így a három gyerekes családanya, aki elveszíti a munkáját, vagy a munkahelyét, és ezen múlik minden, az nem vicces, tehát hogy nem erről van szó, de azt gondolom, hogy azért az én könyvemet, így a fülszöveg és a borító alapján, aki leemeli a polcról, ott azért van egyfajta nyitottság, tehát hogy azért maga a marketingje is a könyvnek, meg a látványa, meg a fülszövegéből azért elég gyorsan kiderül, hogy itt humorról van szó, és munkanélküliségről. Akinek ez megfekszi a gyomrát, az valószínűleg azért lehet, és hát ez valóban nem kellemes gondolat, de hogy az azért lehet, mert neki ez máshogy talált be ez az időszak. Tehát, hogyha ez egy komoly, mondjuk egy komoly anyagi nehézség volt, akkor nem lesz ez ennyire vicces, persze lehet sírva nevetni rajta, meg vannak benne komolyabb dolgok, ami ilyen átgondolandó, de én azt gondolom, hogyha a befogadó közeg, tehát az olvasónak van humora, és tudja ezt egy kicsit ilyen könnyedebben kezelni, akkor nincs gond. Értem, értem. És egyébként miért a munkanélküliséget választottad a regény témájának? Vagy volt esetleg valami, ami még gondolkodtál, hogy írj róla? Nem, hát a munkanélküliség ugye az adott volt, mert hogy ahogy említettem, megszűnt a munkahelyem, tehát hogy engem is elküldtek, és hogy erről így írni kellett. Amikor már úgy komolyabban vettem ezt az egészet, akkor viszont azért akartam ezt a könyvet, mert hogy nem nagyon van a munkanélküliségről más. Tehát se regény formájában, sehogy nem beszélünk a munkanélküliségről, hogyha lehet, akkor azzal így nem foglalkozunk, vagy ez egy ilyen kínos pontja az életünknek, vagy ilyen szégyelni való dolog. És én azt látom, hogy a munkanélküliségről nem csak, hogy könyv nincsen, de hogy ez a fajta könyv nincsen, amikor így tudunk magunkon röhögni, meg amikor egy kicsit így van irónia, vagy a saját béna helyzeteinken tudunk röhögni, az most így nincsen, vagy mostanában nincsen, én nem találkoztam vele, és hát nyilván én mint marketinges azt láttam benne, hogy ez lehet egy ilyen, hát egy ilyen picit így beférek vele valami résbe, hogyha ilyen nincsen, akkor próbáljuk meg. És összejött. És összejött, igen, igen. Akkor lényegében volt több oka is annak, hogy a valóságnak ezt a szegletét választottad, ugye a marketing például. Igen, 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 a marketing is nyilván ezért került bele. Én azért szeretek olyan dolgokról, meg úgy, tehát hogy olyan dolgokról írjak, amiben azért képbe vagyok, tehát hogy így nem szeretnék. Egyrészt, mert hogyha nincs tapasztalatom, az így átjön a szövegen, hogy vagy nagyon lusta vagyok egyébként, és nincs kedvem, nem tudom, hónapokig kutató munkát végezni, tehát ez nem én vagyok, én a türelmetlen típus vagyok, aki így fogja magát, és azonnal ide nekem azonnal mindent. Ezért aztán olyan dologról kell írnom, amit ismerek is, és amiben hiteles tudok lenni. És hát nyilván akkor a munkanélküliségben barom hiteles voltam, én voltam a leghitelesebb munkanélküliségügyileg. És hát a marketing az meg a szakmám, tehát hogy abban meg így át tudtam adni, meg tudtam mutatni minimálisan azért ennek a szakmának a kis érdekességeit. A jövőben szeretnél még foglalkozni esetleg ezzel a témával? Hát magával a munkanélküliséggel nem, tehát hogy én azt gondolom, hogy így eleget foglalkoztam ezzel, és nem vagyok ebbe szakértő, meg nem vagyok egy szaki, tehát hogy nem lenne hiteles tőlem, utána megtaláltam újra a munkahelyem, és azóta is folyamatosan dolgozom, nem éreztem ezt, vagy nem érezném hitelesnek, ha most én lennék itt a munkanélküliség szószólója. Úgyhogy ezzel a témával nem. Mindenféle más téma nyilván foglalkoztat, meg gondolkozom azon, hogy mit hogyan lehet megfogni. Egyrészt ugye a legerősebb eszközömmel, a humorral hogyan lehetne megfogni, vagy ha nem a humor, és átevezek egy kicsit így más vizekre, más zsáner vizekre, akkor abba viszont tanulni kell, fejlődni kell, és az idő. Tehát, hogy most így ezen kattogok inkább, hogy így belefogok mindenfélébe, és mi legyen az a vonal, maradjak-e ennél a könnyed, humoros, de valamit azért mondok típusú könyvvel, vagy próbáljak ki valami teljesen mást. Van tipped, hogy melyik felé fog húzni a szíved? Nincs, szörnyűség vagyok, tényleg. Tehát, hogy így egyik nap így, a másik nap úgy, ha így kelek, akkor én vagyok itt a humor nagy ágyúja, ha meg úgy kelek, akkor én leszek az új Stephen King. Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz velem, így is fogalmazhatunk, hogy így nagyon nehéz. Meglátjuk.
sokat írok, tehát hogy egyébként novelláktól kezdve cikkeken át mindenfélét írok, majd meglátjuk, hogy így mi kap el, vagy melyik gép szív kap el. És egyébként hogy szoktál írni, milyen az írós rutinod? Hát ez egy ilyen szükséglet, tehát ha lehet mindig. Mivel van munka, meg van család, meg gyerekek, ezért az időkorlát azért az egy ilyen elég szűk. Esténként általában, esténként meg hétvégén, tehát hogy így attól függ, hogy esik, hogy puffan, de hogyha lehet, akkor azért így minden nap. Nagyon hiányzik, tehát hogyha nem írok, azért én vagyok a legelviselhetetlenebb fúria a földön, akkor hiszt is leszek és csapkodós. Tehát hogyha nem írhatok, akkor egy idő után így érzékelem magamon, hogy most így el kéne vonulni egy kicsit, mert különben a család agyára megyek. Tehát hogy így napi szinten valamit mindig persze. És akkor terveid is vannak a jövőre, jó sok ráadásul. Hát jó sok és jó zűrös. Tehát, hogy nem mondanám ezt ilyen normális írói terveknek, tehát nem én vagyok a kiadók álma, hanem ez a mindig egy kicsit más, meg egy kicsit másfele. Majd egyszer csak így hát, ha lesz egy kertes házam, és hát, ha kirúgnak a munkahelyemről, és belefér, hogy reggeltől estig írjak. Ha ez nem történik meg, akkor ilyen lassú és kapkodós típus vagyok mindenhogy. És egyébként írás közben milyen érzések kavarognak benned, vagy hogy érzed magad íráskor? Hát remekül. Vagy remekül, vagy szörnyen. Tehát attól függ, hogy éppen hol tartok, hogyha egy ilyen nagyon-nagyon könnyed részénél, vagy ami nagyon gurul, akkor madarat lehet velem fogadni, tehát én vagyok a legboldogabb, legviccesebb, legcukibb, ha meg szenvedés van, és elakadás van, és újra kell húznom, ki kell törölnöm, akkor az nehéz. Tehát, hogy az nem egy könnyű időszak. Maga az írás egyébként nem könnyű. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz szakma, ha jól akarja csinálni az ember. Nagyon sok munka, meg nagyon sok kitartás kell hozzá, és hát vannak ilyen hullámvölgyei, nem is kevés, amit így nehéz azért megugrani. És amikor hirtelen lendületet kap az ember, vagy elkapja a gépszi, az meg, hát az maga a csoda. De szerintem ezt te is tudod. Tehát, hogy ennek vannak azért ilyen nagy kiugrásai, meg nagy mélypontjai. Hát aki író akar lenni, annak erre fel kell készülni. Hát vagy fel kell készülni, vagy menet közben derül ki, hogy ezt ki hogy bírja. Tehát, hogy szerintem erre azért felkészülni nagyon nehéz, amikor elkezd valaki írni, nem tudom, 10 vagy 20 évesen, akkor vagy belezúg ebbe, beleszeret, és nem tud nem írni, vagy abba hagyja. Tehát, hogy felkészülni arra, hogy ez így mivel jár, szerintem nem nagyon lehet, vagy nem tudom, szerintem nincs olyan művészi ág egyébként, ahol nagyon fel lehetne készülni arra, hogy ezt ő hogyan fogja egyébként érzékelni. Szerintem az írás is ilyen, hogy nagyon nehéz arra felkészülni, hogy hogyan viseli az ember. De menet közben ez kiderül, persze. Igen, igen. De hogyha mondjuk te visszamehetnél a 10 évvel korábbi énedhez, és egy írós tanácsot mondhatnál neki, mit mondanál? Hát én másnak is azt tanácsolnám, amit saját magamnak, hogy tök mindegy az, hogy ki mennyire... Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit ír és hogyan ír. A kitartás szerintem az egyik legfontosabb. Tehát, hogy én nagyon sokat foglalkoztam írástechnikával, vagy nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy saját magamat képezzem. Remélem van valami tehetségem is hozzá, de hogy a kitartás, hogyha nincs meg, akkor nem lesz belőle semmi. És én ezt a saját munkámon tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon régóta írok. De az, hogy én összerakjak egy könyvet A-tól Z-ig, és ez kiadhatóvá váljon, az azon múlt, hogy hajlandó-e vagyok leülni a fenekemre és írni, és akkor is írni, hogyha nagyon nehéz, vagy ha kint csicseregnek a madarak. Tehát, hogy a kitartás, meg ez a nagyon akarni vágyás, szerintem azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb a receptből, az egyik legfontosabb összetevő. Úgyhogy én tanácsolni nem nagyon szeretek, mert még nem érzem, hogy ott tartanék, de az biztos, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogyha van is tehetség, meg van is írástechnikai tudás, a tartás, tehát hogy így ne adjuk föl, meg ne hagyjuk abban, meg ne gondoljuk, hogy ez nekünk nem megy, hanem így próbáljuk tovább, mert nagyjából az lesz majd ott a siker kulcsa. Ez gyönyörű volt. No, hát köszönöm szépen, nem is készültem rá pedig. Bocs, ezzel most megadtalak. Meg.
Egyébként neked nem szokták mondani, hogy mivel annyi sok személyes gondolat, meg tapasztalat van a könyvedben, hogy biztos te vagy akkor a főszereplő, meg ilyesmi? Dehogy nem, de hát erről szólt a megjelenés utáni egy év, hogy azt bizonygattam, hogy nem, nem én vagyok Kálmán Lili, én Fekete Judit vagyok. Nyilván hasonlít nagyon egy önéletrajzi könyvre, hiszen a saját szituációmat is beletettem, meg vannak benne jelenetek, ami tényleg kifejezetten megtörtént, tehát hogy így van nagyon sok minden benne, és nehéz elvonatkoztatni ettől, és a személyisége a főhősnek is egyébként így hasonlít rám persze. Hát akár én is lehetnék, de azért arra nagyon ügyeltem, hogy mégse. Tehát, hogy utána azt hiszem egy évig ezt hallgattam így mindenkitől. Ráadásul a borítón egy olyan farmeres láb van, ahogy én kinézek egyébként farmeres lábbal, tehát, hogy pontosan van ilyen fehér tornacipőm, vagy volt, van szakadt farmerem, és még ezzel rá is tettem egy lapáttal, hogy nem csak hogy belül, de kívül is hasonlít, úgyhogy sokat magyarázkodtam, igen, emiatt a könyv miatt, igen. És szokott téged az idegesíteni, vagy inkább csak jó, már megszoktad? Hát megszoktam, de egyébként, ha így olvasgatja az ember a könyvkritikákat, nem csak az enyémet, hanem mindenki másét, azért szeretjük azonosítani a szerzővel, a főhőst. Tehát, hogy így szeretjük azt megtalálni, hogy vajon mi lehetett ebből ő. Tehát, hogy szerintem ez ilyen alapvető emberi tulajdonság, hogy így azonosítani akarjuk, főleg, hogyha egy magyar szerzőről van szó, aki azért elérhető, akit a Facebookon is tudunk követni, vagy tudunk vele találkozni, akkor szerintem azért így elkezdjük azt nézni, főleg egy ilyen típusú könyvnél, ahol egyes szám első személyben mesélünk, ott így elkezdjük nézni, hogy mi lehet a hasonlóság. Tehát szerintem ez egy tök természetes, tök normális dolog. Hát az első év az ilyen magyarázkodós volt, de aztán ez így elmúlik azért. Neked még az egész Covid dolog előtt volt könyvbemutatód is, igaz? Igen, amikor megjelent a könyv utána, volt pár könyvbemutató és dedikálás, hatalmas élmény volt, tehát hogy én ennek mindig a másik oldalán álltam eddig könyvkiadósként, az én szerveztem ezeket, és most hirtelen ott ültem az asztal előtt, úgyhogy az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt, főleg azt megtapasztalni, hogy mennyien vannak, akik hasonló tipőben járnak, és ők el is mesélték mindig, hogy éppen az aktuális álláskereső akcióikat, és hogy ez nekik mennyit adott, hogy ezt most így olvashatják, és azonosulhatnak. Úgyhogy ez a rész, ez egy, én szétparáztam magam, tehát hogy én nem szeretek kiállni a nyilvánosság elé, meg akármennyire extrovertáltnak tűnök, én nem annyira szeretek ezzel szerepelni, de azt megélni, hogy egyébként mennyi embernek adott ez a könyv valamit, az egy hatalmas élmény volt. És más szervezőként, gondolom sokkal több munka van szervezőként, mint részvevőként ott lenni. Melyiket szereted jobban? Hát én inkább szervezek, tehát hogy én zsizsegek a háttérben nagyon-nagyon gyorsan, meg nagyon szeretem, és nagyon jó látni a szerzőket is, hogy ez mekkora élmény, tehát hogy nagyon jó emberekkel foglalkozni, meg nagyon jó ilyen rendezvényeket szervezni, mert hogy így jó látni, ez alapvetően mindig egy ilyen öröm dolog, tehát hogy így találkozhat az olvasó a szerzővel, az mindig egy jó dolog. Ezt szervezni, az szerzőtől függ nyilván, tehát hogy egy külföldi nagyágyúnál azért egészen más megszervezni egy ilyen eseményt, tehát hogy az egy komolyabb munka, nagyon sok mindennek kell megfelelni, meg ügynökségekkel együtt dolgozni, de az igazi öröm azért inkább a magyar szerzőkkel együtt dolgozni, mert hogy ott van kapcsolat, tehát hogy azért az ott egészen más, mint egy külföldi nagyágyú, valami egy ilyen hivatalos program tulajdonképpen. Egy magyar szerzőnek megszervezni egy dedikálás vagy egy könyvbemutatót, az mindig sokkal élvezetesebb. És részt venni? Szoktál izgulni könyvbemutatók előtt? Hát nagyon, persze. Most így belegondoltam, hogy tulajdonképpen ilyenkor más se csinálok, csak izgulok, persze. ennyire, tudom, hogy sokkal magabiztosabbnak tűnök, de nem, hát persze ez meg akar felelni az ember, meg szeretné, hogyha így tudna adni is valamit. Amikor az olvasóknak van egy elvárása azért, tehát hogy így kíváncsiak arra a szerzőre, és gondolnak már valamit, és akkor azért az egy izgalmas időszak, amikor kiáll az ember ezzel, persze. Akkor akárhány könyvbemutatója van az embernek, nem lehet beleszokni? Hát ez biztos személyiség függő. Egyébként már nem is tudom, hogy kitől olvastam, egy nagyon-nagyon-nagyon sok kötetes és nagyon menő szerző mondta, hogy még a mai napig is, igen. Tehát, hogyha ő ott kiáll, akkor ott izgulás van, remegés van, aztán ez elmúlik, és akkor az ember megint élvezi, de
de szerintem alapvetőleg azért mindig van egy kis druk, és szerintem ez a druk, ez kell, tehát hogy ez jót tesz. Nem tudom elképzelni ezt a szituációt, amikor óriási arccal kiállok valahova, mert én már annyira ezt megszoktam, és annyira természetes közegem a rajongás, hogy én ott így flagma arccal oda teszem magam, szerintem kell, hogy izguljon az ember, már csak a felkészülés miatt is, tehát hogy máshogy készül fel az ember, hogyha van egy kis druk. Hát akkor reméljük, hogy a következő regényeidnél is meg lesz ugyanaz a lelkesedés, mint ami a mostaniaknál volt. Igen, legyen meg a következő regény, aztán meglátjuk, igen. Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem, és akkor sok sikert neked a zsáner keresgéléshez, meg így a következő terveidhez. Köszönöm szépen a beszélgetést is, köszi! Veletek pedig akkor találkozunk a következő adásban. Sziasztok!